A szolnoki törvényszéken jogerősen lezárult annak a 49 éves büntetlen előéletű nőnek a büntető ügye, aki mint hivatásos nevelőszülő 7 a gondjaira bízott óvodás és kisiskolás korú gyermek életét tette pukollá évekig Jászladányban. A gyermekek rendesen csak hétköznap az óvodában és az iskolában ettek. Otthon csak hétvégén, és akkor is csak fejenként 3 szelet tejfölös vagy vajas kenyeret kaptak. Gyümölcsöt, főtt, ételt soha. Hetente egyszer fürödhettek, amihez a vádlott 2 lavor habfürdős vizet biztosított. Egyet a fiúknak, egyet a lányoknak. Szappant, tusfürdőt, de még törölközőt sem kaptak. A saját ruháikban kellett megtörölközniük. Rendszeresen az udvarra kellett kijárniuk, télen is a mosdóba kellett menniük. Mindez tetézte, hogy a vádlott rendszeresen fenyítette, pofoszta és bántalmazta, gyakran büntetésből, nevelési célzattal órákra, de volt, hogy egy teljes éjszakára is lakattal bezárt, akasztó szekrénybe kényszerítette őket, ahonnan a mosdóba sem mehettek ki. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság 5 tárgyalást tartott, és az utolsón ítéletet hozott. A nőt, aki mindvégig tagadta bűnösségét, 7 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének és 5 rendbeli személyi szabadság megsértésének büntette miatt 3 év börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Egyúttal végleges hatállyal eltiltotta mindazon foglalkozások gyakorlásától, amelyek keretében 18. életévét be nem töltött személyre kell gondoskodni. Az ügyészség keveselte a kiszabott büntetést és a vádlott terhére súlyosításért, a kiszabott börtönbüntetés és ehhez igazódóan a közügyektől eltiltás tartalmának lényeges felemelése érdekében fellebbezett, míg a vádlott felmentés, védője elsődlegesen felmentés, másodszorban enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést, így az ügy másodfokon a szolnoki törvényszéken folytatódott. Az ügyészi fellebbezés eredményre vezetett. A szolnoki törvényszék másodfokú ítéletében a vádlott börtönbüntetését és közügyektől eltiltása tartalmát egyaránt 3-ról 4 évre emelte.